Két dolgot szeretnék hirdetni, mielőtt elkezdenénk a mai alkalmat. Az egyik az állandó hirdetésem, hogy a hátsó kisteremben az alkalmak előtt szoktunk imádkozni, és mindig bátorítalak benneteket. Picit korábban tudtok ideérni, gyertek és csatlakozzatok hozzánk. A másik pedig, hogy a média misszióba szükség lenne szolgálókra, segítségre, akik így hétfestén is tudnának segíteni a csapatot. Úgyhogy, ha van köztetek olyan, aki tudna esetleg egy párszor beugrani, vagy akár hosszabb távon ebbe a szolgálatba becsatlakozni, szóljatok akár nekem, vagy bárkinek a szolgálatból, gyertek! Most pedig imádkozom, és elkezdjük Isten igét tanulmányozni. Köszönjük neked, mindenható Istenünk, hogy te vagy. És te az vagy, akinek mondod magad. Hogy a te szavad az igazság. És az igazság az leleplezi a hazugságot, és meggyógyítja az életünket. Ma is szeretnénk az igédet hallani, az igazságot. Leplezd le a mi hazugságainkat, hamis gondolkodásunkat, hogy lássuk az igazságodat. És találkozzunk veled, Jézus, hisz a legfontosabb ez, hogy tőled vegyük át. Tőled, aki maga vagy az igazság. Ezt kérjük a nevedben, Jézus. Amen. A mai alkalommal ugye folytatjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levelét, és az első fejezetben járunk, az első fejezet 10. versétől a 17. versek lesznek, amiket ma meg fogunk nézni. Ugye emlékeztetlek benneteket arra, hogy az apostol egy olyan gyülekezetnek írta ezt a levelet, amit ő alapított a missziói útja során, amit aztán ott hagyott más vezetőknek, pásztoroknak, és ő tovább ment a szolgálatában. És ez a gyülekezet elkezdett növekedni és erősödni. Nem volt könnyű helyzetben, hiszen egy olyan városban volt, amiben mondjuk a szexuális bűnök azok kiugróan magasak voltak. Afrodité templomában 1000 prostituált szolgált, és erről híres volt ez a város az egész világon. Utazók, hajósok, mindenki járt arra csak, hogy meglátogassa a szentélyeket, és élvezzen a szexuális gyönyöröknek. Ebben a városban született meg a korintusi gyülekezet, ahogy Pál apostol hirdette az evangéliumot, és emberek megismerték az igazságot, és kijöttek a bűnből, kijöttek mindenabból a pogányságból, mert rengeteg Istent is imádtak a városban, mert megismerték Jézust. És elkezdtek növekedni. De közben nem ment minden olyan egyszerűen, és voltak sokan, akik visszaestek, akik visszacsúsztak a bűneikbe. És egy csomó probléma keletkezett ebben a gyülekezetben. Elkezdtek pártoskodni, felfuvalkodni, veszekedni. És igazából ezért írta az apostol ezt a levelet. Az első 9 versben, amit eddig tanulmányoztunk, láttuk, hogy két dologra emlékeztette őket. Az egyik az volt, hogy ők szentek. És láttuk, hogy mit jelent ez. Láttuk, hogy ez azt jelenti, hogy Istennek vannak külön választva. A másik dolog pedig az volt, hogy megkaptak minden lelki ajándékot. Nem szűkölködnek semmiben. Gazdagok lettek lelkileg. Két dologra emlékeztetett az apostol, mind a két dolgot nem ők tették, hanem az Isten. És hálát adott. Ezzel kezdte a levelet az első 9 versben. Tehát nem azzal, hogy rájuk olvasta a bűneiket, hanem hálát adott azért, amit Isten tett velük. Mennyire nagy tanulság ez mindannyiunknak, amikor valakit látunk mondjuk visszacsúszni, vagy bűnbe kerülni, hogy először lássuk meg az Isten munkáját rajta, és utána kezeljük azt Istentől való nagy szeretettel, azt a dolgot, amiből ki kell hozni. Mert valamiből ki kellett hozni ezt a gyülekezetet. Folytassuk hát akkor a levelet, és akkor olvasom 1. Korintusi levél, 1. fejezet, 10. versétől a 17. verseket olvasom.
ami Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. Mert azt a hírt kaptam rólatok, testvéreim, Chloe embereitől, hogy viszálykodások vannak közöttetek. Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél köztetek. Én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig Krisztusé. Hát részekre szakítható-e Krisztus? Talán Pál feszítetet megértetek? Vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg? Hálát adok Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, csak Krispuszt és Gájuszt, nehogy azt mondhassa valaki, hogy az én nevemre keresztelkedtetek meg. Igaz, megkereszteltem még Stefanász házanépét is, rajtok kívül azonban nem tudom, hogy mást is megkereszteltem volna. Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem. De nem bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisztus keresztje elnevezítse erejét. Pártoskodások és szakadások a gyülekezeted belül. Ez a mai témánk. Erről szólnak ezek a versek, és erről kezd itt Pál apostol is beszélni. Ez az a probléma, ami akkor is és azóta is a korai gyülekezetekben, a korai egyházban és az elmúlt 2000 évben folyamatosan újra és újra előjött, és újra veszélyeztette a gyülekezeteket. Egyébként ezt mutatja az is, hogyha megnézzük az egyházatyák írásait a korai keresztények időszakából, akkor ez az a probléma, amit itt Pál megemlít, amire legelőször hivatkoznak Pál leveleire. Pontosan erre a problémára. És pontosan ez mutatja azt, hogy mennyire jelen volt sajnos ez a probléma már a korai gyülekezetekben is. Itt a korintusi gyülekezetben. Ez az, ami sújtotta az egyházat, ez miatt keletkezett annyi felekezet, annyi gyülekezet, ez miatt szakadtak ki sokan az egyházból, ez miatt keletkeztek szekták. Nagyon szomorú a története a szakadásoknak. Egy kommentátor így írta le az ilyen pártoskodások és szakadások következményeit. Idézem. A viszálykodás következtében az atyát gyalázat éri. A fiúra szégyen száll, Isten népe erkölcstelenségbe süllyed és hitelét veszti. A világ pedig tévútra jut, hiszen megerősödik a hitetlenségben. És mennyire jó leírása ennek a szomorú dolognak ez. Rámutat arra, hogy mennyire gyalázatos, mennyire utálatos, mennyire pusztító dolog, amikor ilyen történik Isten népe között. És hát ez volt itt a probléma a korintusi gyülekezetben is, ez fenyegette a gyülekezetet, és ezt kezeli Pál apostol ezekben a versekben. Úgyhogy most a felolvasott ige részt versről versre fogom venni, és versről versre végig megyünk, hogy hogyan kezeli az apostol ezt a problémát. A 10. verset újraolvasom. Ami Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyen közöttetek szakadások, hanem ugyanazzal az érzéssel és ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. Pál Isten elhívott apostola, és látva ezt a bűnt, adhatott volna parancsot is. De nem ezt teszi. Figyeljétek meg, hogy nem ezt teszi. A görögben az a szó, amit itt használ az apostol, parakaleo, szó szerint azt jelenti, hogy kérni. Az apostol kér. Nagy szeretettel kéri a testvéreit. Méghozzá a mi Urunk Jézus Krisztus nevére. Ezt olvassuk itt. Vegyétek észre azt, hogy Pál apostol megint Krisztusra mutat. Erről beszéltem a múltkor is sokat. A 10. versben járunk még csak a levélben, és már 10-szer említi Jézus Krisztus nevét.
Elképesztő, nem? Mindenkinek tudnia kell, még a vaknak is látnia kell az apostol szándékát. Jézusra mutatni. Jézusra mutatni. És úgy kezdi a probléma kezelését is, hogy Jézusra mutat. Hogy tudják, a korintusiak és minden idők minden keresztény, hogy ismerje fel, hogy a széthúzás problémájának a gyógyulása ott kezdődik, hogy mindannyian Jézusra nézünk. Jézust helyezzük a középpontban, az ő tekintélyének rendeljük alá magunkat. És az apostol ezzel kezdi. Az apostol, mint a lelkek kiváló orvosa, már abban a pillanatban említi a gyógyszert, ahol még magát a betegséget sem magyarázta el. Nem fantasztikus? De hát mi a betegség? A görögben szisma, az a szó van, ami azt jelenti szó szerint, hogy szakadás, hasadék, repedés. Azt mondja az apostol, hogy közöttetek hasadások, szakadékok keletkeztek. Már nem vagytok egyek, már nem vagytok egységben. Már elkülönültök egymástól. Azt mondja, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek ilyen szakadások, hanem ugyanazzal az érzéssel, ugyanazzal a meggyőződéssel igazodjatok egymáshoz. Egyébként az a két szó, amit magyarra fordítottak, és ugye ezeket a szavakat használja itt a magyar fordításunk, hogy érzéssel, valamint meggyőződéssel. Az első inkább etikai jelentést, a második inkább racionális megítélést hordoz. Tehát úgy is fordíthatnánk, hogy az apostol azt mondja, hogy a gyülekezeti, közösségi gondolkozásotok és az értékítéletetek egyezőek legyenek. Ez minden gyülekezetben rendkívül fontos. Ez nem jelenti azt, hogy mindenben abszolút egyformán kell gondolkodnunk. Vannak dolgok, amikben gondolkodhatunk másképp. Ha valaki úgy gondolkodik, hogy úgy jó dicsőíteni az Istent, hogy ülve marad, áldja meg az Isten. Ha valaki úgy gondolkodik, hogy úgy jó dicsőíteni az Istent, hogy feláll, áldja meg az Isten. Ha valaki úgy gondolja, hogy az az igazi dicsőítés, hogy térdre esik, őt is áldja meg az Isten. Az ilyen különbözőségekkel nincs probléma. És vannak ezek a nem fontosabb kérdések, amikben egyáltalán nem baj, hogy ahogy más a személyiségünk, más az Isten imádatunk, és ezekben lehetnek eltérések. De vannak lényegi dolgok. Abban már nem gondolkodhatunk másképp, hogy mi az üdvösség útja. Vannak alapkérdések, amikben nem lehet másképp gondolkodni. És ez rendkívül fontos. Pál azt mondja, hogy egyféleképpen szóljatok. Mennyire fontos az, hogy a gyülekezet vezetői például egységben legyenek. Ha például egy gyülekezetben a gyülekezet pásztorai másképp szólnak, vagy tanítói más tanítanak, vagy a szolgálatvezetők, a házi csoportvezetők más tanítanak, mint a gyülekezet pásztorai és tanítói, akkor káosz keletkezik, akkor zűrzavar van. Amit a magyarban itt úgy fordítottak, hogy igazodjatok, ugye ezt olvastuk, a görögben az a szó van, hogy katartizó, ami szó szerint azt jelenti, azt a jelentést hordozza, hogy a kificamodott tagot helyre tenni, hogy jól működjön. Azt mondja az apostol, hogy most valami kificamodott közöttetek, helyre kell tenni. Vissza, álljatok vissza, mindannyian abba a pozícióba, egy irányba, hogy együtt tudjatok működni. Igazodjatok egymáshoz, azt mondja az apostol. De miben? Nézzük csak a következő verset, 11-es vers. Mert azt a hírt kaptam rólatok, testvéreim, Chloe embereitől, hogy viszálykodások vannak közöttetek. Pál itt elmondja, hogy honnan tudja azt, hogy Korintusban mi történik, Chloe embereitől. Hát Chloe-ról túl sokat nem tudunk, annyit tudunk, hogy ő egy nő volt, nem tudom, hogy ezt mindenki tudja-e, hogy ő egy nő volt, nem biztos, hogy a nevéből olyan könnyen ez kiderül mindenki számára, ezért említem.
Egyébként nem sokkal többet tudunk róla, azt tudjuk, hogy valamilyen üzleti vállalkozása volt, és az emberei Efezus és Korintus között utaztak, és tőlük tudta meg Pál Efezusban ezeket a híreket. Ugyanis Pál Efezusban tartózkodott. A harmadik missziói útján 53 őszén körülbelül az apostol Efezusba érkezett, és 2,5 évig maradt ebben a városban. Ott szolgált. És ez alatt az idő alatt már kapott híreket. Kapott híreket Korintusról. A korintusi gyülekezetről. És nem jó híreket kapott. Ezért az apostol írt egy levelet. Ez a levél azonban elveszett. Ugye erről beszéltem a bevezetőben. Igazából ez volt az első korintusi levél. De ez elveszett. Ennek a tartalmát nem ismerjük, csak azt tudjuk, hogy már ezzel a kérdéssel foglalkozott ebben a levélben. És utána, továbbra is, ahogy az apostol ott tartózkodik Efezusban, Chloé embereitől, akik ott utaztak Efezus és Korintus között, értesül, hogy mi történik a gyülekezetben. Erre hivatkozik itt. Sőt, egyébként ezek után még egy küldöttség is megkereste az apostolt, és elmondták, hogy probléma van. Elmondták, hogy mi a probléma. Sőt, levelet is hoztak Korintusból az apostolnak. És ezek hatására írta meg egyébként Pál ezt a levelet, amikor Efezusban tartózkodott 55 tavaszán. Hát nézzük, mit tudott meg Chloé embereitől? 12-es vers. Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél köztetek. Én Pálé vagyok. Én Apollósé. Én Kéfásé. Én pedig Krisztusé. A gyülekezetben pártoskodás kezdődött. Csoportokra oszlottak. És minden csoport megjelölt magának egy vezetőt. Minden csoportnak egy vezetője volt. Nem azért, mert az a vezető az élére állt ennek a csoportnak, ezt már az elején leszögezem. Azok, akiket itt említ Pál, azok egyáltalán nem akartak szakadást. De ennek a csoportnak a tagjai, ők maguk választottak egy nevet, választottak valakit, aki tetszett nekik valami ok miatt, hogy ők csak ráhallgatnak. Ugye 4 csoportot említ itt az apostol. Az első csoport, hogy voltak, akik azt mondták, hogy én Pálé vagyok. Tehát volt egy csoport Korintusban, aki a gyülekezet alapítóját, Pál apostolt tekintette tekintélyének, ő rá hallgatott, másra már nem. Valószínűleg ezek azok az emberek voltak, akik Pál evangelizációjára tértek meg, akik ismerték őt közelről. Voltak aztán olyanok, akik azt mondták, hogy én Apollósé vagyok. Apollósról már beszéltem a bevezető alkalommal. Apollós, ahogy Pál elhagyta Korintust, amilyen tovább a missziói útján, nem sokkal később Apollós lett Korintusban az egyik vezető tanító. És ott tanította a gyülekezetet. Apollós egy ékes szóló, Istentől nagyon-nagyon lelki ajándékokkal megáldott prédikátor volt, és Isten használta Apollóst, sokan megtértek, erősödtek a szolgálata alatt. És volt egy csoport, aki azt mondta, Apollós, ő a csúcs. Mi csak neki rendeljük alá magunkat. A mi emberünk Apollós. Kicsoda ez a Pál, meg többiek, ha már nincs is itt Pál. Ők csak Apollós tekintették. Igazi tekintélynek. Aztán volt egy harmadik csoport, azt mondták, hogy én Kéfásé vagyok. Kéfás, ugye Péter apostol, ugye ez a név, hogy Kéfás, ez az arám változata a kősziklának, ami ugye görögül a Petros, emlékeztek rá, hogy Jézus adta neki ezt a nevet. Péter apostol volt a jeruzsálemi gyülekezetben az egyik legtekintélyesebb tanító, és valószínűleg különösen a zsidó keresztények számára ő volt a legnagyobb tekintély. Azt nem tudjuk pontosan, hogy ő járt-e Korintusban, erről nincs információnk. De egy biztos, most megtudtuk Pál leveléből, hogy volt egy csoport, aki azt mondta, hogy mi csak Kéfásé vagyunk. Ő a mi tekintélyünk.
Még egyszer hangsúlyozom, akiket itt említettek, akiket én említettem, és az apostol ugye felsorolt, ezek egyáltalán nem álltak a csoportok mozgalmának az élére, a csoportok csak felhasználták a neveiket. Aztán volt még egy csoport, a negyedik, akik azt mondták, hogy én Krisztusé vagyok. Első ránézésre ez nagyon lelkinek tűnik, nem? Azt mondani, hogy én Krisztusé vagyok. Valójában ők voltak a legfelfuvalkodottabbak. Ők azt mondták, hogy semmilyen emberi tekintélyt mi nem fogadunk el. Mit nekünk ezek a pásztorok, tanítók? Mi megtértünk, már újjászülettünk, Krisztussal van kapcsolatunk, nekünk csak Krisztus a tekintély. Volt egy ilyen csoport. Azonban abban tévedtek, hogy nem ez az Isten akarata. Mert Isten úgy rendelte, az egyházban elhív embereket vezetőknek, pásztoroknak, tanítóknak, akik alárendelte a gyülekezetben a gyülekezet tagjait. Tehát Isten akarata az, hogy legyenek vezetők, és a vezetőknek engedelmeskedjen a gyülekezet. Ez egy külön téma lenne, most csak nagyon röviden szólok erről, és csak két ige helyet idézek. Zsidókhoz írt levél 13. fejezetének a 17-es verse. Bízzatok vezetőitekben, és hallgassatok rájuk, mert ők vigyáznak lelketekre úgy, mint akik erről számot is adnak. Hadd tegyék ezt örömmel, és ne sóhajtozva, mert ez nem válnék javatokra. Az a kifejezés, hogy hallgassatok rájuk, az azt jelenti az eredeti görögben, hogy rendeljétek magatokat alá a tekintélyüknek. Figyeljetek, kövessétek őket. Hogy hadd olvassak fel egy másik igét. Első Tesszalonikai levél 5. fejezetének a 12-13-as versei. Kérünk titeket, testvéreink, hogy becsüljétek meg azokat, akik fáradoznak közöttetek, akik elöljáróitok az Úrban, és intenek is titeket, és munkájukért nagyon becsüljétek őket. Éljetek egymással békességben. Most több igét nem akarok megnézni, de az egész Bibliával is teljesen egyértelmű, hogy Istennek az az akarata, hogy a gyülekezet tagjai alárendelődjenek és engedelmeskedjenek a gyülekezet vezetőinek. És egységben legyenek. És ne olyasmit csináljanak, mint amit itt tettek a korintusiak. Itt mind a négy csoport lázadt. Isten akarata ellen. És sajnos ez a jelenség azóta is nagyon gyakran megismétlődött, és megismétlődik az egyházban, a gyülekezetekben. És nagyon pusztító, nagyon romboló. Ezért fontos és aktuális, hogy erről beszéljünk. Hogy mindannyian tudjuk ennek a veszélyeit. Mert mindig akadnak emberek, akiknek nem tetszik a gyülekezet vezetősége. Ilyenek mindig vannak. Mindig vannak olyanok, akik saját pártokat akarnak, csoportokat alakítani. Akik azt akarják, hogy őket kövessék, és ne a gyülekezet pásztorait, vezetőit. Olyan ez, mintha a mi gyülekezetünkben valaki a Filt követné, vagy valaki a Janit követné, vagy valaki engem követne. Ugye már alapvetően mi hárman vagyunk azok, akik tanítunk a gyülekezetben. És mintha különböző csoportokat alkotnánk, hogy ki kit követ. Ez nem az Isten akarata. Mert a Fil, a Jani és én, mi kik vagyunk? Isten szolgái, akiket Isten elhívott, hogy tanítsuk az evangéliumot, hirdessük az evangéliumot, tanítsuk a Bibliát versről versre, hogy erősödjön a gyülekezet. Mi tanítók egységben vagyunk. A Phil, a Jani, én és többi vezető egységben van. Lehet, hogy másfélék vagyunk, más a tanítási stílusunk, hiszen nem vagyunk egyformák, más a személyiségünk, de ez jól is van így. A gyülekezeten belüli sokszíneség része. Isten felhasználja ezt. De alapvetően egységben vagyunk. És bárki, aki válogatna közülünk, az lázadna Isten akarata ellen, és szakadást
kezdeményezni. Istennek az az akarata, hogy egységben legyünk. És a tanító személy egyáltalán nem is számít. Egyáltalán nem is fontos. Mert még egyszer hangsúlyozom, mi csak Isten szolgái vagyunk. Minden tanító csak Krisztusra mutat. És nem azért kell eljönni egy gyülekezeti alkalomra, mert XY tanít, hanem azért, mert közelebb akarunk kerülni Krisztushoz, hogy vele akarunk találkozni. Krisztus számít, nem a tanító. A gyülekezetekben nagyon sok vezetési modell jött létre a Biblia alapján. Több vezetési modell is lehetséges, az egyház történelemben kialakult. A Golgota gyülekezetekben a vezető pásztor irányításával a vének egy csoportja irányítja a gyülekezetet. A mi gyülekezetünkben Phil a vezető pásztor, és vele együtt 10 vagyunk vének, presbiterek, más néven, ha jobban tetszik ez a szó, akik vezetjük ezt a gyülekezetet. Mi egységben vagyunk. És az a szándékunk is, hogy a gyülekezet is egységben legyen. És mi is, magunk is alárendelődünk. Mivel a gyülekezetben Phil a vezető pásztor, ezért ő neki, a vének is, a tanítók is alárendelődnek. Én is alárendelődöm a Philnek. Mert Isten őt hívta el vezető pásztornak. És nem engem. Én alárendelődöm az ő vezetésének, mert ez az Isten akarata, ez kedves az Istennek. És ugyanígy a többi vén is alárendelődik. A házi csoportvezetők, a szolgálatvezetők pedig alárendelődnek a véneknek. A szolgálók pedig alárendelődnek az adott szolgálatvezetőjüknek. Isten országában, a gyülekezetben rend van. És ez nem arról szól, hogy itt diktatúra van és elnyomjuk a másikat, hanem arról szól, hogy egy rend Isten akaratából, szeretetben, a Szentlélek vezetése által tud működni. De ehhez kell az, hogy mindannyian akarjuk ezt, mindannyian részesei legyünk ennek. Mindannyian lássuk, hogy mennyire fontos az egység. És minden, ami az egység ellen van, ami szakadást okoz, az nem Isten akarata. És ez történt itt Korintusban, pontosan ez történt. Szakadások történtek, csoportok jöttek létre. Emberek, akiknek az egyiknek ez a tanító tetszett, a másiknak azt tetszett, az egyiknek ez volt szimpatikus. És Pál azt mondja, hogy nem, ez nem Isten akarata. Ismerjétek fel, hogy Isten akarata az, hogy egységben legyetek. Nagyon érdekes megfigyelnünk itt az igéből, hogy Pál úgy int, hogy meg is magyarázza, hogy ez miért rossz, amit ti csináltok Korintusban. Sőt, rámutat arra, hogy a szakadás igazából csak tüneti jelenség. Valójában ez mögött egy betegség van. És az igazi betegség a teológiájukban van. A gondolkodásukban van. Abban, hogy elhittek hazugságokat, ami fontosabb lehet az egységnél. Nem látják világosan az Isten igazságait, hogy mennyire fontos Istennek az egység. Hamis dolgokat hisznek. És az apostolnak ezt kellett helyre tennie, és ezt magyarázza nekik. Nézzük csak a következő versben, hogy hogyan magyarázza ezt az apostol. 13-as vers. Hát részekre szakítható-e Krisztus? Talán Pál feszítetett meg értetek? Vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg? Nagyon szeretem, ahogy az apostol érvel. 3 retorikus kérdést tesz fel, amire egyértelműen nem a válasz. Igaz? De leleplez. Leleplez ez a kérdés. Leleplez bennünket, mert mire mutat? Nézzük csak meg, mire mutatnak ezek a kérdések. Az első kérdés, hát részekre szakítható-e Krisztus? Az egyház Krisztus teste. Ha elkezd szétszakadni, olyan, mintha Krisztus szakítanánk szét. Ez abszurd dolog.
Az apostol az abszurditást mutatja, hogy ez komolyan ezt akarjátok? Komolyan ezt csináljátok? Rá akar mutatni erre, hogy vegyék észre, hogyha valaki kiszakad a gyülekezetből, ha kiszakadnak ilyen csoportok, az olyan, mintha Krisztus testéből kiszakítanánk valamit. A másik kérdés, talán Pál feszítetet megértetek? Egyértelműen nem Pál, hanem Krisztus feszítetet megérti. Akkor hogy jöttök arra, hogy ti Pált kiválasztátok magatoknak, és ő a kedvenc? Az apostol önmagáról beszél. Azt mondja a korintusiaknak, figyeljetek korintusiak, nektek ne én legyek a kedvenc. Én csak egy útjelző tábla vagyok, aki Krisztusra mutat. És minden tanító, Apollós is csak, Kéfás is, mindenki. A gondolkozásotokban van baj. A teológiátokban van baj. Vegyétek észre. Harmadik kérdés, hogy Pál nevére keresztelkedtetek meg? Egyértelműen nem, hanem Krisztus nevére lettünk megkeresztelve. Vegyétek észre, hogy mindhárom kérdésben Pál Krisztusra mutat. Újra Krisztusra mutat. És azt mondja nekik, hogy tudjátok, hogy mi aznak a valódi oka, hogy ti rajongtok egyes vezetőkért és tanítókért? Tudjátok, hogy mi annak a valódi oka, hogy ti másokat lenéztek? Tudjátok, hogy mi annak a valódi oka, hogy ti szakadásokat okoztok? Az, hogy nem Krisztus van az életetek és a gondolkodásotok középpontjában. Ez a legfőbb ok. Mert ha komolyan vennétek Krisztust, ha valóban ő lenne a középpontban, ő, aki meghalt mindannyiunkért, akinek a nevére keresztelkedtünk meg, aki az egyház feje, aki összetartja az egész testet, ami egy és nem szakítható szét. Ha ezt komolyan vennétek őt, akkor ti nem csinálnátok ilyet. Ha ti komolyan vennétek azt, hogy nem a tanítóval kell foglalkozni, hanem azzal, akit tanít, akit prédikál. Mit számít, hogy ki a tanító? Csak szolgálj az Istennek. Krisztus számít, ő minden. Vannak, akik úgy váltogatják a gyülekezeteket, mint mások az inget. Ide járnak, oda járnak, mindenhova járnak, sehova se járnak. Erről beszéltem már a bevezető alkalmon, hogy Istennek az az akarata, hogy mindannyian épüljünk be egy helyi gyülekezetbe. Egy olyan gyülekezetbe, ahol Krisztus van a középpontban, ahol a Bibliát tanítják tisztán, ahol tudsz növekedni Krisztusban, és abban a gyülekezetben pedig törekedj az egységre. Ja, hogy találsz hibát a vezetőkben, a pásztorokban, a tanítókban? Hát még jó, hogy találsz hibát. Hát ők is bűnös emberek. Biztos fogsz találni. Nem vagyunk tökéletesek. De arra törekszünk, a mi gyülekezetben is, a vezetők, a tanítók, arra törekszünk, hogy az evangéliumot tisztán tudjuk hirdetni. Hogy a Bibliát szépen, az egészet versről versre végig tudjuk tanítani. Hogy aki még nem ismerte meg Krisztust, az megismerje. Hogy aki megismert és elkezdett növekedni, az növekedjen, az gyógyuljon a múltjából, ahonnan jön, és tudjon erősödni. Mindenkinek a gyülekezetünkben ez a célja, és mi egységbe vagyunk. Vezetők ezzel a céllal. Hadd mondjak el egy rövid történetet, hogy egyesek hova tudnak eljutni. Ez nagyon megtetszett, amikor olvastam. Volt egyszer egy zsémbeskedő idős kvéker, aki gyülekezetről gyülekezetre jár, de sosem talált rá az egyetlen igazira. Végül egyszer megkérdezték tőle, most éppen melyik gyülekezetbe jársz? Mire a férfi boldogan így felelt, végre megtaláltam, most már az igazi gyülekezetbe járok.
És hányan járnak még oda? Hangzott el az újabb kérdés. Csak a feleségem és én. Felelte a kvéker. A feleségemben azonban nem mindig vagyok biztos. Ide is el lehet jutni. Nézzük csak tovább. 14-től a 16-os verseket olvasom. Hálát adok Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, csak Krispuszt és Gájuszt. Nehogy azt mondhassa valaki, hogy az én nevemre keresztelkedtetek meg. Igaz, megkereszteltem még Stefanász háza népét is. Rajtuk kívül azonban nem tudom, hogy mást is megkereszteltem volna. Pál itt érdekes módon a keresztséggel, ugye a bemerítéssel kapcsolatosan mond dolgokat. Úgy tűnik, hogy a korintusi gyülekezetben egyesek túlhangsúlyozták azt a kérdést, hogy ki merítette, vagy ki keresztelte meg őket. Voltak, akik azt gondolták, hogy a bemerítő és a bemerített között valamiféle misztikus kapcsolat jön létre, valami különleges, és Pál ezért itt külön hangsúlyozza a folytatásban, hogy ő tulajdonképpen alig merített be valakit. Alig keresztelt meg egy néhány embert. Közülük azt mondja, hogy csak Krispuszt, Gájuszt és Stefanász házanépét keresztelte meg. Tehát, hogy ne tartsák azt, hogy az, hogyha valaki megkeresztel valakit, akkor az valami különleges dolog, hogy ő keresztelte meg. Mert annak semmi jelentősége. Én már nagyon sok embert merítettem be, és kereszteltem meg. Magam sem emlékszem egyébként már arra, hogy mennyit, nagyon sokat. Emlékszem valakire, aki, mivel én merítettem őt be, keresztapjának szólít. Ezt én mindig furcsáltam egyébként, keresztapáról más jut eszembe, de nagyon kedves és nagyon aranyos ez, és én nagyon szeretem őt. De őnek is, és mindenkinek meg kell értenie, hogy annak semmi jelentősége, hogy én kereszteltem meg őt, vagy bárki más. Semmi jelentősége nincs. A bemerítés, a keresztség jelentősége abban van, amiről szól. Amiről szól. Ugye arról is beszéltünk már sokszor, hogy a bemerítés, vagy a keresztség az fontos, de az üdvösségnek egyáltalán nem feltétele. Az üdvösség Isten annyira egyszerűvé tette. Annyira, de annyira egyszerűvé tette az evangéliumot, ahhoz egyszerűen csak a Krisztusba vetett hit kell. Nem tudom jobban kifejezni, mint ahogy a János 3.16 elmondja, amit jól ismertek ti is, hogy mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez az evangélium dióhéjban. Ennyire egyszerűvé tette Isten, hogy bárki, aki felismeri azt, hogy el van veszve, aki felismeri azt, hogy Krisztus azért jött el, hogy megmentse. Ő a megmentő, ő a szabadító, ő a megváltó, aki meghalt a bűneért a kereszten. És egyszerűen csak beléveti a hitét, befogadja őt. Megtér, újjászületik. A legnagyobb csoda és a legegyszerűbb út vezet hozzá. Hit által befogadni őt. És aki újjászületik, az új teremtés lesz. Ahogy a 2 Korintus 5.17-ben olvassuk, ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régi elmúlt, és imé újjá lett minden. Új jött létre. Ez az eredmény az újjászületésnek. Isten újját tesz. Egy új dolog kezdődik az életedben. Fantasztikus dolog ez. És akivel ez megtörténik, ez egy láthatatlan dolog, ez belül történik, ez kifelé nem látszik. Pontosan ezért adta Isten a keresztséget és a bemerítést, hogy bizonyságot tegyünk arról fizikai módon is, látható módon is, hogy valami történt belül.
És amikor bemerítünk valakit a vízbe, a víz alá, nem tartjuk ott sokáig azért. Amikor bemerítünk valakit, ez szimbolizálja a régi élet halálát, hogy annak vége. És amikor kiemeljük őt a vízből, ez szimbolizálja azt, hogy új élet kezdődött. Újjászületett emberről van szó. Ez egy szimbolika. Fontos. Van jelentősége. De igazából csak egy belső szellemi valóságot mond el. Azt kommunikál kifelé. A gyülekezetnek. Ezért tudunk örvendezni azon, amikor bemerítünk valakit. Mert itt vagyunk a gyülekezet közösségében, és végre látjuk azt, amit eddig nem láttunk, mert láthatatlanul belül történt. Kommunikál a gyülekezet felé. Isten felé is, mert ez egy bizonyságtétel, hogy kiállok a gyülekezet elé, és elmondom azzal, hogy bemerítenek. Ezzel elmondom, hogy én hova tartozom. Én már Krisztushoz tartozom. És kommunikál még az ördög felé is, a sátán felé is. Én már egy másik ország polgára vagyok. Hogy mindenki a szellemvilágban és a földi világban tudja, hogy hova tartozom. Erről szól a bemerítés. Ez a jelentése. De nincs neki misztikus, mélyebb jelentése, és különösebb olyan, hogy az, hogy kimeríted be valakit, annak jelentősége lenne. És ez volt itt a tévedésük a korintusiaknak, ezért kellett Pálnak ezekben a versekben erről beszélnie. És ez úgy intézte el legjobban, hogy el is mondta, hogy hát ti rajongtok, értem? Hát alig merítettem be 3-4 embert. Ezzel elvágja rögtön legalább ezt, hogy na hát ezért legalább már nem tudtok rajongani. Hát másért se kéne. Mert azért vagyok itt, hogy Krisztusra mutassak. Nézzük a következő verset, mert itt elmondja Pál, hogy mire küldte őt Isten. A 17-es vers. A 17-es versben ezt olvassuk. Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem. De nem bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisztus keresztje elnevezítse erejét. Pál itt egyértelművé teszi az ő küldetését. Őt Isten arra hívta el, hogy az evangéliumot hirdesse. Nem arra, hogy kereszteljen, nem arra, hogy gyógyítson, nem arra, hogy megreformálja a világot, nem arra, hogy induljon egy választáson, nem arra, hogy király legyen, nem arra, hogy pártot alapítson, vagy mit tudom én még mire. Egy dologra hívta el. Ő maga tesz erről bizonyságot. Engem arra hívott el Krisztus, hogy az evangéliumot hirdessen. Ez az ő elhívása, és ezt tette folyamatosan. Érdekes, hogy a 17-es versből látjuk azt, ahogy itt olvastuk, hogy nem bölcselkedő beszéddel. A korintusiak valószínűleg a görög bölcselkedést kezdték feljebb emelni az evangéliumnál. Valószínűleg sokaknak megtetszett, hiszen ilyen volt a környezet, a kulturális környezet is, ismerték a görög bölcseletet. Keresztények lettek, de hirtelen a keresztről szóló egyszerű üzenet már nem volt nekik olyan tetszetős talán. És a görög bölcselet, a görög bölcselkedés szebbnek tűnt. És hirtelen az ő hitükben és kereszténységükben a keresztről szóló botrányos üzenet, hiszen a kereszt mindig is botrány volt. Hiszen egy kivégzett emberről szólt, aki Isten fia. A vérről kellett beszélni mindig, a halálról. Sokaknak botrányos volt, a zsidóknak pláne, a görögök meg nem is értették, nevettek rajta.
Pál is, amikor Aténba prédikált, kinevették. Tehát azért olyan hatások voltak, amik beszivárogtak a gyülekezetbe is, ez a görög bölcselkedés, amire itt hivatkozik, ez a bölcselkedő beszéd, amire Pál itt hivatkozik, valószínűleg egyre inkább kezdett teret hódítani a gyülekezetben. És egyre inkább a keresztről már nem is beszéltek, hanem érdekes filozófiák, érdekes gondolatok, fantasztikus meglátások, azok lettek fontossá. És nézzük, hogy mit mond erre Pál. Engem azért küldött Isten, hogy az evangéliumot hirdesse. De nem bölcselkedő beszéddel, hogy a Krisztus keresztje elneveszítse erejét. A mi erőnk Krisztus keresztjében van. Az evangélium ereje Krisztus keresztjében van. Ami Krisztus keresztjét hirdetjük, addig hirdetjük hitelesen az evangéliumot. Ahol a keresztről már egyre kevesebbet beszélünk, és helyette sok minden más bejön, kezdjük elveszíteni az evangélium igazságát. Vannak irányzatok ma is a világban például, ahol beszélnek például a kegyelemről sokat. Ugye mi a kegyelemről sokat beszélünk itt a Golgota gyülekezetben. És jó, hogy beszélünk róla, mert nagyon fontos. De vannak irányzatok, ahol szintén sokat beszélnek a kegyelemről, és elsőre azt látjuk, hogy hát ugyanolyanok, mint mi. És mennyire jó, hogy fontosnak tartják a kegyelmet. De egy picit odafigyelsz a tanításukra, a kereszt nem hangzik el soha. Krisztus keresztje hiányzik. Bűnről már nem beszélnek. Önmegtagadás, szó sem esik róla. Meg ilyen csúnya dolgok. Figyeljetek erre, az ilyen tanításokra. Pál itt azt mondja, engem Krisztus arra hívott el, hogy az evangéliumot hirdessem. Nem bölcselkedéssel. Hogy Krisztus keresztje elneveszítse az erejét. Később ebben a levélben ír egy verset, amit most szeretnék idézni, az 1 Korintus 2:2. Mert úgy határoztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézusról, róla is, mint megfeszítettről. Ímé Pál elhívása. És hadd mondjam el, hogy ez az én elhívásom is. Én sem akarok tudni soha közöttetek másról, csak Krisztusról, mint megfeszítettről. Soha nem fogok beszélni másról, csak Krisztusról, mint megfeszítettről. Sem bölcselkedő filozófiákat, sem semmilyen más tetszetős pszichológiai módszereket tőlem nem fogtok hallani. Mert engem arra hívott el Isten, hogy az evangéliumot hirdessem. A maga egyszerűségében. Hogy Jézus Krisztus keresztjéről beszéljek, és annak erejéről, annak következményéről, és annak hatásáról. Ez az elhívásom, és ez az elhívásunk itt ebben a gyülekezetben is, akik tanítunk. És fontosnak tartjuk azt, hogy ezt megértse mindenki. És felfedezzük azt, hogy mennyire fontos az, hogy egységben legyünk, hogy ne legyenek szakadások közöttünk. Hiszen mindannyiunkért ugyanúgy meghalt Krisztus. Mindannyiunknak ugyanúgy szüksége van rá. Nincs okunk arra, hogy közöttünk szakadások legyenek, mert rászorulók vagyunk. Mindannyian. Én is és te is. Szükségünk van Krisztusra, és az ő akarata az, hogy egymást is építsük, szeressük egymást. Imádkozzunk. Köszönjük Istenünk a te ígédet. Köszönjük, hogy te használtad az apostolt is arra, hogy a korintusiak példáján keresztül is szólj hozzánk. Uram, én imádkozom azért, hogy a mi gyülekezetünkben is legyen egység, te munkád azt. Imádkozom arra, hogy bárki, aki ez ellen gondolkozik, az meglássa, hogy ez nem a te szíved. Nem a te szíveden van az, hogy szakadások legyenek.
És mutasd meg mindannyiunknak, hogy az, ami kedves előtted, hogy szeressük egymást, hogy egységbe legyünk. És téged imádjunk, Jézus. Téged, és azt a csodálatos, megváltó munkádat, amit a kereszten végeztél el, ezt soha ne felejtsük el. A te nevedben imádkoztunk. Amen. Isten áldjon titeket, jövő héten folytatjuk, haladunk tovább versről versre. Sziasztok!